12 óra 13 perckor az első vágányból kisütőre, a vonatok kisütői minden állomáson is megálló helyen megáll. Mikor kezd el fújni a szél, amikor bekapcsolom a kamerát? Ez már csak ilyen. Üdvözlök mindenkit! A mai videóban itt vagyunk Nyergesújfalun, és az állomásról most elsétálok majd a felsői megállóig, hogy ne ugyanott szálljunk vissza, ahol leszálltunk, úgyis van egy óránk most. És ezen a héten igazából csak a december 12-i menetrendváltással kapcsolatos újdonságokról fogok beszélni, illetve megmutogatni a számomra legérdekesebbeket, és az egyik legérdekesebb a 4-es vonal fejlesztése, ahol napi egy pár vonatról felugrottunk egy, hát már egy egészen jó szintre, és én utálom magam a legjobban, hogy nem tudok maradéktalanul örülni, de hát nem lett a legjobb ez a menetrend, de mindjárt beszélünk róla. Na, itt szélzaj lesz, fogadjátok el. Mutatom nektek a vasutat. Nagyon klassz egyébként. Ugye egyébként a vasút egy árvízvédelmi gát is, azt már mondtam egy korábbi videóban. Nagyon klassz helyen megy, majd egyébként direkt úgy fogok ülni, hogy a Dunapartra rá tudjunk lesni. Úgyhogy, mert itt fogunk majd jönni, ugye felső vég csak arra van. Úgyhogy kicsit még sétálunk, aztán ott majd beszélünk egy ilyen szélzajmentesebb helyszínről, a menetrend változásról, illetve mondom, én nekem a nagy kedvenc vonalaim közé sorolható a 4-es vasútvonal. Több problémám is van egyébként. Jó, akkor egy kicsit belemegyek már. Az egyik az, hogy az 5-ös vonal, amivel ugye olyan szinten van kapcsolatban, hogy ugye eddig az a napi egy pár vonat az úgy közlekedett, hogy az 5-ös vonalról Fehérvárról feljött Komáromig, onnan irányváltás, egy negyed óra pihi, és úgy jött szépen Esztergomba, és ezt meg is tette ugye vissza. Na most a menetrendváltással az 5-ös vasútvonalról azért tudni kell, hogy ez egy nagyon jó, átlagban 80 km/h pályasebességű vonal. Azok a megállóhelyek, állomások, amik megmaradtak, azok valóban jók is. És ehhez képest nemhogy a napi két páros régi rossz szolgáltatást visszatették volna, de legalább még mindig jobb, mint a kamu járványügyi menetrendes napi egy páros. Nem, december 12-től ugyanúgy napi egy pár vonat van rajta, és még azt sem osztották el legalább úgy, hogy mit tudom én, reggel legyen egy iskolába vívős, meg munkába vívős járat, és délután legyen egy hazavívős, nem? Ezt így délelőtt folyamán gyorsan lezavarják ezt a ottani közlekedtetést, kicsit kopjon a sinkorona, már kopik az amúgy is, mert teherforgalom van ott, és ennyivel le tudják szégyen gyalázat. Ennyit az 5-ös vonalról egyébként, ez katasztrófa. No, és mindjárt kiérünk a megállóhoz, úgyhogy beszéljünk a jelenlegi menetrendről. De most én azt gondolom, hogy először is azt azért szögezzük le, hogy ez pont az a vonal, amire hatalmas nagy szükség van. Ez az a vonal, ahol minden állomás és megállóhely a településhez viszonyítva jó helyen van. Nem lehet egyre se azt mondani, hogy rossz helyen lenne. Ez az a vonal, amit az előző kormány jó szétcseszett,
ugye ők voltak azok, akik ezt a vonalat oda taszították, ahol nagyon-nagyon sokáig volt az elmúlt hosszú-hosszú években. És mindenképpen egy hatalmas öröm az, hogy egy ilyen vonal, ahol nem olyan régen még napi egy pár vonaton utaztunk végig, és igazából esélyünk sem volt, hogy leszálljunk valahol, mert nem nagyon tudtál utána akkor tovább menni, hogy itt egy viszonylag sűrű menetrend van, azért ne legyünk igazságtalanok, de akkor mi is a gond? Szerintem 2021-ben, közben egyébként itt is vagyunk, 2021-ben az az igazság, hogy a vasút, egy kicsit menjünk vissza, a vasút ott ragadt egy kicsit a múltba, ugye, amikor még a vasút tért voltak az emberek, és egyszerűen örültek, hogyha a településükhöz mint 5-6 kilométerre volt egy vasúti megállóhely vagy állomás, és oda Gizi néni kigyalogolt és elindult másfél órával hamarabb, mielőtt a vonat megérkezne oda az állomásra vagy megállóhelyre. Na most 2021-ben ezt a szemléletet már nem lehet tovább vinni, pedig sok esetben azt gondolom, hogy ezt a szemléletet még mindig valamiféle módon őrzi a vasút. És ez a menetrend, ami most ide került, ez nekem azért nem tetszik, most az ötös vonalat hagyjuk is a francba, mert nem erről szól, mert 2021-ben mi kell egy átlag utasnak? Stabilitás, ütemes menetrend és viszonylag sűrű közlekedtetés. Hát ezekből majdhogy nem egyik sincs meg az új menetrend kapcsán, és mondhatjátok, hogy hát ez még csak egy ilyen tesztjelleg, és majd ha lesz igény, akkor ezt bővítik. Ezt pontosan tudjuk, hogy működik a vasútnál, majd a legjobb esetben is 2022. decemberében a menetrendváltással kaphatunk esetleg plusz vonatokat, de nézzétek meg a Kecskemét-Hetényi sűrítést a Lajos-Mizsei alsó szakaszán, igazából teljesen mindegy, hogy működik-e, vagy jaj, cica! Szevasz! Meggesztettél. Igen, hát meggesztettél. Nincs nálam kaja, úgyhogy kár dörgölőzni, haver. Na, szóval, hogy sűrítették, de nem jól, nem működik, nincs utas rajta, konkrétan egy sem, sokszor. És hát igazából most sem változott legjobb tudomásom szerint. Mondjuk majd ránézek, mert a Mizseivel kapcsolatban is van változás, ha még csak nem is olyan nagy, de minimális. Úgyhogy már arról is lesz szó. Egyébként itt van a Gyergesújfalu felsői megálló. Hát ez csak egy ilyen peronos, hát ezt ne nevezzük peronnak. Ez egy ilyen esőbeállós, havas, de nagyon hangulatos. Ezt nézzétek meg, ezt a látképet. No, beszéljünk a menetrendről. Mi a probléma? Mondom nektek. Megy a kamera. Nézzünk rá esztergomi indulásokra. Ugye azt tudnatok kell, hogy a vonalon csak Süttőig lett egy ilyen viszonylag normális menetrend, és Komáromig is van sűrítés, de a legtöbb vonat csak Süttőig közlekedik. Ennek egyébként megint egy ilyen low budget oka van. Így tudták megoldani, hogy minél kevesebb plusz szerelvény, illetve minél kevesebb plusz emberre legyen szükség. Tehát így, ha jól számolom, akkor van a Fehérvári BZ, a Komáromi sűrítős BZ, meg ami itt jár Süttő és Esztergom között, szerintem akkor 3 BZ fut a vonalon, de csak ezen a vonalon tulajdonképpen 2-re volt szükség, hiszen az Székesfehérvár Esztergomi az szerintem nem forog be más szakaszra. Mindegy, maximum 3 BZ-ről beszélhetünk. Esztergomi indulások. Az első a nap folyamán Süttőre 6 óra 43-kor van. Utána, mondjuk ez jó egyébként iskolába járósoknak, munkába járósoknak, mert azt néztem, hogy Sütőre 7 óra 35-re ér, tehát még hogyha valaki oda jár iskolába, biztos van ott iskola, akkor még oda is beér 8-ra. Utána nagy csend, és az van, amivel mi jöttünk, 12-13, Süttő. Utána nagy csend, 14.43. Ez a másik, amit nem szeretek, meg az átlagutas nem szeret. A megbízhatóság mindig ugyanabban az időintervallumban kell indítani, hogy az ember megjegyezze, hogy ó, minden óra 13, de az, hogy most ebben 43, abban meg 13, tehát hogy ez már megint nem egy szerencsés szerintem. Aztán utána viszont órás ütem van egy nagyon rövid ideig, illetve hát egyszer van ilyen. 14.43, 15.43, két Süttői menet. Utána már csak 17.13, tehát visszaugrunk megint 13-ra. Aztán van egy Komáromba 18.13-kor, ott tulajdonképpen megint egy órás úgymond ütem van. Bár ugye előtte ott kimarad másfél óra. És utána, ez a 19.43-asat mondtam, ja nem, azt nem mondtam, bocsánat, 18.13, 19.43, és utána vége. Ennyi volt a menet. Szóval délelőtt van egy nagy lyuk,
aztán délután van egy kis ütem. Nem tudom, én azon az állításon vagyok, vagy azon a véleményen vagyok, hogy az átlagutas jobban szereti, hogyha van egy fix ütem. Tehát itt mondjuk én azt csináltam volna, hogy jó, ez most nagyon eldúrítom, amit mondok majd, mint a diósjenői vonalon. Tehát az azért is működik, azért is van állandóan teli, tehát azért érdemes arra utazni, mindig teli van, még hétvégén is, mert órás ütem van. És az emberek rászoktak a vasútra, hiszen azért órás ütem egy vidéki településnek, az egy nagyon-nagyon kényelmes és nagyon jó ütem. Ez lenne a legjobb ide, viszont elfogadom, hogy ezt esetleg nem akarták, vagy ez tényleg nagyon sokba kerülne idézőjelbe, de legalább egy 2 órás ütemet gondoltam volna ide, és megszakítás nélkül. Én azt gondolom, hogy mindig van olyan menetrendi vonat, amin nagyon kevesen utaznak, mert kiesik úgymond az időintervallumból, valóban megértem azt, hogy miért nincs délelőtt, miért van egy nagy lyuk, akkor utaznak a legkevesebben, de szerintem akkor is fenn kell tartani egy ütemet, mert igenis el kell vinni azt a 3 utast is, és azt a 3 utast elvisszük 10 óra 13-kor Esztergomból, és csak 3 utas lesz, az meghálálja magát olyan formában, hogy ó, tök jó volt, 10-13-kor is van vonat, hát akkor ezzel jövök haza, és a délutáni sűrű járatra is felül. És tulajdonképpen így lehet utasokat bevonzani, legalábbis ez az én véleményem. Az, hogy 6 óra 43-kor, ha jól emlékszem, most olvastam fel, elindítunk egy vonatot Sütőre, és utána a következő 12-13-kor megy, vagy 12-kor, 13-kor, az szerintem kérdéses, hogy mennyire csábító egy átlagutasnak. Arról nem is beszélve, hogy oké, van ez a 6 órás vonat, ami mondjuk esetleg egy ilyen munkába járós vonat, mert szerintem azért Esztergom felül is bőven járnak erre dolgozni, rengeteg gyár van itt Nyergesújfalu környékén is, Eternit gyár ugye a következő megállási pont, Lábatlan környékén, Sütőnél is, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy dolgoznak erre az emberek, de mi van, hogyha, mit tudom én, kellene egy 7 óra 43-as is, vagy esetleg egy 5 óra 43-as is, szóval ez nagyon-nagyon kiélezett, és egyelőre nagyon-nagyon olcsó fejlesztés, de még egyszer mondom, ne legyünk hálátlanak, mert ezt ugattam már nem tudom mióta, hogy ide kell a sűrítés. Nem így képzeltem, de nagyon remélem, hogy rövid időn belül ez a sűrítés még sűrűbb lesz. Írjátok meg a véleményeteket, és nyilván az a legfontosabb, hogy az itt lakó emberek mit gondolnak erről, mert az egy dolog, hogy én itt pofázok, aki egy fél évben egyszer, ha erre jár, de ez a vasúti menetre nekik készült, és hogyha nekik ez jó, és hogyha ez így be fog válni, akkor oké, akkor nincs ezzel semmi probléma. Én annak mindenképpen örülök, hogy itt már nem csak napi egy pár bézé koptatja a sinkoronát, meg az a pár tehervonat, mert ugye itt teherforgalom azért van, mert azt is hozzá kell tenni, hogy ez a pálya katasztrofális állapotban van, ez kb. Olyan, mint a mizsei. Jó, mondjuk ez talán egy picit jobb, mint a mizsei, de körülbelül ugyanolyan, mint a mizsei, és azért ezt rendbe kellett volna tenni. Ehelyett meg ugye az 5-ös vonalon, ne haragudjatok, visszacsatolok rá, az 5-ös vonalon, ahol pedig jó a pálya, ahol pedig szintén szerintem jó helyen vannak azok a megállók, állomások, amik még megvannak, mert ugye jó párat, mint Fehérvár, Csurgó például már kivettek még a napi egypáros menetrendből is, ott viszont napi egypár vasúti közlekedés marad, vagy maradt, miközben ott mellette az országúton reggelenként áll a dugó. Hát nem tudom, és a vonalon olyan település is van, mint mondjuk Mór, ami hát nem is település, hanem egy város, tehát ettől függetlenül mondom még egyszer, örülök. A másik pedig, hogy miért csak Sütőig, mert én azt gondolom, hogy ha nem is Komáromig, de Almásfüzitőig be lehetett volna vinni az összes vonatot, és esetleg kialakítani, hogy ott pedig a győri személyvonatokhoz csatlakozzon a BZ. Ezek lettek volna az én ötleteim, de mondom még egyszer, ez a fejlesztés nem nekem készült, ez a fejlesztés azoknak készült, akik itt laknak, és hogyha ez nekik így jó, és tényleg úgy alakult ez ki, hogy ez nekik a legmegfelelőbb, akkor én annak meg tudok örülni. Dolgozom egy picit, legyen ez. Ugye állomás, Son mellett egy kiadást nem biztosított, mondjuk igaz, hogy ez egy megálló hely, de most ne akadjunk fent a részleteken. Legközelebbi állomás, ahol belföldi jegypénztár működik. Hát mivel ugye a sütői betétjáratok miatt inkább Esztergomra gondolnék, úgyhogy azt írom be. Hú, de csúnyán írok így. Esztergom. Ja, egyébként startos tollal. Legközelebbi állomás, ahol nemzetközi jegypénztár található. Hát, igen, ennyi nemzetközi. Hát a nyugati, nem? Nyugatiban van nemzetközi. Igen, ott volt, csak most nem, lehet, hogy nem üzemel éppen a felújítás miatt. Nyugati pálya udvar. Ennyi. Szívesen.
lesz, ami nekem a kedvencem. Elképesztően szép, ahogy itt a Dunaparton végig megyünk. A két nyerges között talán a legszebb, a két nyergesi megállási pont között. Sajnos utasunk nincs rajtam kívül. Szerintem még sokan nem tudnak róla, viszont remélem, hogy a videó minden több helyre eljut, és egyre többen tudnak majd róla, hogy újra van végül is értelmesnek mondható vasúti közlekedés a 4-es vonalon. Fantasztikus, milyen töltésen megyünk itt a Dunaparton, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, szóval én ezért nem nagyon tudok olyat mondani nektek, hogy legszebb vasútvonal az országban, mert mi alapján döntjük el? Miért a Győr? Veszprém. Annak van egy kis szakasza, amin a terettárgyak és a környezet nagyon-nagyon szép, de ott van a Diós Jenő Vác, vagy fel Balassa gyarmatig, vagy ott van ez. Ez gyönyörű. Mindegyiknek megvan a maga szépsége, nincs olyan, hogy legszebb vasútvonal, szerintem. És ez már itt a nyergesi állomás bejárat, egyébként nagyjából olyan másfél kilométer van a két megállási pont között. Úgyhogy én megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, és kívánok minden jót a 4-es vonalnak, tényleg, és még biztos, hogy jönni fogok erre, hiszen a kedvenc, az egyik kedvencem. Úgyhogy a német púpos. Igen, múltkor valaki lecseszett, de higgyétek el, ezeket ugyanúgy becsészik, mint a mi púposainkat. Deutsche Bahnos. Úgyhogy legyetek jók, aztán... de jó lett volna ezt felvenni, basszus. Na mindegy. Legyetek jók, aztán találkozunk legközelebb, és egy hatalmas lájkot azért csapassatok nekem. Sziasztok!